kiharcolta a bemaradást az U20-as jégkorong válogatott a hazai rendezésű Divízió 1 / A csoportos korosztályos világbajnokságon. A Ladányi Balázs vezette csapatnak ugyanakkor sokat kellett várnia az első győzelemre a Tüskecsarnokban rendezett VB-n, mivel a mieink a kazahoktól, az osztrákoktól, a japánoktól és a dánoktól is vereséget szenvedtek. Így a zárófordulóban a kiesés elkerülése volt a tét. A válogatott végül magabiztosan 4-0-ra verte a franciákat, ezzel pedig megőrizte tagságát a második vonalban. Az utolsó sorsdöntő mérkőzés után kérdeztük a főszereplőket. Most a kés a torkunkon volt, és szerintem ez nagyon jó hatással volt a csapatra, tényleg nagyon összeálltunk, és én is mindenkit nagyon-nagyon szeretek, aki most benn van abba az öltözőbe, és szerintem ezzel mindenki más is így van, úgyhogy ma tényleg összeálltunk, és egy csapatként 60 percet dolgoztunk. Azt gondoltuk, tudtuk mi a tét, a bennmaradás, hogy a jövőre is akik fiatalabbak tudjanak ebbe a csoportba játszani, és annak ellenére, hogy ekkora volt a tét, szerintem nem izgultuk túl a dolgokat, játszottunk egyszerűen, amit kért az edző, és sikerült így behozni a mérkőzést. Ugyanazt játszottuk, mint eddig, csak most minden apró részletet betartottunk, és sikerült 60 percen keresztül hokizni, ami az eddigi mérkőzéseken ott egy kicsit elcsúszott mindig az utolsó másodpercekben, és felszabadultan is élvezve játszottunk, és így ennek eredményeképpen sikerült behoznunk a meccset. 100%-osan betartotta a csapat a taktikai utasításokat, nem bonyolítottuk a játékunkat, ezáltal nem hoztuk magunkat kellemetlen helyzetbe. Nagyon nagy volt a fókusz az első 5-10 percben, ami az eddigi meccseinknek az alaphangulatát megalapozta, sajnos nem jó irányba. Végig együtt maradtunk, végig küzdöttünk egymásért, lehet azt mondani, hogy helyel közel csúnya hokit játszottunk, de inkább játszunk csúnya hokit ilyen eredménnyel, mint szép hokit olyannal, mint az előző 4 meccsen. A 6 csapatos mezőnyben a magyar válogatott 4 ponttal az 5. helyen végzett. De vajon milyen volt az összkép? Nagyon nehéz, mert meggyőződésem, hogyha ugyanilyen fegyelmezettek vagyunk, mint ma, akkor sokkal messzebbre elérhettünk volna, látva azokat a meccseket, amiket eddig játszottunk, látva az ellenfeleink bizonyos periódusban levő figyelmetlenségét és tanácstalanságát a támadójátékunkban. Nagy valószínűsége, hogyha fegyelmezettebbek vagyunk, akkor kevesebbet kell védekeznünk, ezáltal több gól szerzési lehetőségünk van, és onnantól kezdve jöhettek volna még pontok, győzelmek, amivel tényleg sokkal előre lehetett volna végezni. Tudtunk jobb eredményt elérni. A teljesítmény, amit hoztunk, az nem feltétlenül azt mutatja, amilyen ilyen meccseket játszottunk, de úgy gondolom, hogy panaszunkra is semmi ok, bennmaradtunk, játszottunk egy jó mérkőzést a végén, úgyhogy mosolyjal távozunk. Nem tudom, mikor volt utoljára, amikor ilyen közönség előtt tudtam játszani. Tényleg jó volt, minden perc élvezetes volt. Természetesen kívül utolsó percben gólt kaptunk és vesztettünk, de én úgy gondolom, hogy mindenképpen jó élmény. Jó volt a srácokkal, jó volt a csapathangulat, hiányozni fog mindenképp. Sajnos az eredmény ez nem párosult azzal a munkával, amit beleraktunk, viszont ezt nagyon élvezte mindenki, hogy hazai pályán, és jöttek a szurkolók, úgyhogy mindenféleképpen különleges és jó élmény. A torna legjobb magyar játékosának Nemes Mártont választották meg, aki egy gólja mellett 4 asszisztot jegyzett. Ugye ez azért csak a csapat siker után következik nálam a rangsorban, de nyilván szívmelengető érzés, úgyhogy örülök neki. A hazai VB végeztével a csapat több tagja is elbúcsúzott az utánpótlás évektől. Kíváncsiak voltunk arra, a fiatalok mit visznek magukkal a felnőtt mezőnybe erről a világbajnokságról. Bízok benne, hogy csak az utolsó meccset, mármint pozitívumot, és a többi meccsek a tanulságait. Elég sokat beszéltünk a héten mindenről. Próbáltunk pozitív visszajelzéseket adni nekik, és abból építeni a csapategységet. Ez egészen tegnapig működött, amikor elővettük a hibákat, és megmutattuk, hogy oké, srácok, eddig ez volt. Most akkor, és elmondtuk az öltözőbe utána is, hogy teljesen mindegy, hogy hol fognak játszani innentől. Ha nem azt a hokit játszák, mint ma, akkor az nem fog kifizetődni. Az nem lesz a saját karrierjük, vagy a csapatuknak a sikeressége szemszögéből eredményes és pozitív.